Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt nézzük a mai tartalmat. Megkezdte a Burley típusú dohányok felvásárlását a termelőktől az ULT Magyarország ZRT. Az idén a kedvező időjárás miatt mintegy 20%-kal több dohányt takaríthattak be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A minőség azonban elmarad az előző évekhez képest. A nyíregyházi dohányfermentálóban a felvásárlással párhuzamosan zajlik a Virginia típusú dohányok feldolgozása is. Mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból felértékelődik a jövőben az ökológiai mezőgazdasági termelés. A vegyszermentesen előállított élelmiszerek iránt folyamatosan nő a kereslet a világban. Többek között ez is elhangzott azon a tanácskozáson, ahol a régióban előállított ökológiai termékeket is bemutatták. Fele más évet tudhatnak maguk mögött a megye mezőgazdasági termelői. A kedvező időjárásnak köszönhetően mind a szántóföldi kultúrák, mind a gyümölcsök esetében bő termés volt, ám az alacsony felvásárlási árak miatt az átlagosnál kevesebb hasznot tudott realizálni a gazdák többsége. Megkezdte a Burley típusú dohányok felvásárlását az ULT Magyarország Kft. Egyébként el lehet mondani, hogy az idei esztendőben a kedvező időjárásnak köszönhetően igen jó volt a termés, a dohánytermés, viszont a minőséggel gondok vannak. A Virginia típusú dohányok felvásárlása már befejeződött, és jelenleg is zajlik a feldolgozásuk. A dohányfelvásárlás a tavalyi árakon indult. A Virginia dohányfajtát a prémium felárral együtt kilogrammonként átlagban 447 forintért vette át a fermentáló. A mezőgazdasági termelők számára ez az év azért egy rendkívüli év volt, belértve a dohánytermelőket is, de összességében a dohánytermelők nem panaszkodhatnak, hisz a természet visszaadta a lehetőséget, hogy minden dohány betakarítsanak, ami megtermelt Magyarországon. Ugye fagymentes napok voltak gyakorlatilag október végéig, és így a teljes Virginia és Burley dohánytermés betakarításra kerül. Mennyiségileg az elmúlt évek egyik legnagyobb termését takarították be a Virginia dohánytermelők. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 6003 tonna mennyiséget vásároltunk fel. Ez több mint 20%-kal több, mint az előző évi termés volt. Sajnos a minőség azért nem ennyire jó. Én azt mondom, hogy az átlagostól egy picivel gyengébb, hogy a közepestől gyengébb minőségbe sikerült felvásárolni ezt a termést. A feldolgozás gyakorlatilag november 1. hetével indítottuk, és a reményeink szerint valahol január 20-a körül be fogjuk fejezni. A Burley dohánytermelők a betakarítás szintén valahol ugye, október közepe végén fejezték be, és csak az elmúlt héten indultunk meg a Burley dohányok felvásárlásával. Ebben az évben várhatóan egy 800 tonna körül mennyiséget tudunk felvásárolni karácsonyig, és januárban újraindítjuk, és hát a becslésünk jelen pillanatban olyan 2700 tonnás Burley mennyiséget lát valósnak. Nyilván mi nagyon az elején vagyunk, azt már látjuk, hogy a minősége lényegesen gyengébb, mint az előző év, vagy az előző évek volt, gyengébb, mint a Virginia is. Úgy gondoljuk, hogy valahol január vége, február első hetének a végére a teljes termés felvásárlása kerülhet. Az, hogy a minőség az nem lett olyan jó, mint a termés mennyisége, ez a kettő valahol kompenzálja a termelők hasznát, hiszen említette, hogy közel 20%-kal mennyiségileg több termés volt az idén. Ugye a felvásárlási árrendszerünk az egy összetett dolog, összetett formába ismeri a termelő tevékenységét. Ugye van egy úgynevezett alapárunk, ami minőségileg differenciált, és van egy meghatározott szerződés mennyiség fölötti mennyiségi felár.
és hát ez a kettő együtt bőségesen kompenzálja a gyengébb minőséget is. Tehát a termelőknek az árbevétele szintén jelentősen emelkedett az előző évhez képest. Ez az időszak számunkra a csúcsidőszakot jelenti, hisz a virzsany dohányok feldolgozásának körülbelül a felénél tartunk, és a bőri dohányoknak pedig a felvásárlását teljes kapacitással végezzük. Ugye a feldolgozottságnak a minőségét nyilván az alapanyag és a rendelkezésre a technika határozza meg. Technikailag én úgy gondolom, hogy előző évekhez képest a világ élmezőnyéhez tartozunk, tehát minőségileg ki tudjuk elégíteni bármelyik meghatározó multinacionális vagy egyéb vevőnek az igényét. Azt tudod, vagy köztudott, hogy mi nem egyes osztályokat árulunk, hanem ők által összeállított blendeket, és nagyon fontos számunkra, hogy a blend keverékek a minősége az első kartontól az utolsóig azonos legyen. Nos, ebben az évben ez jelent komoly kihívást a szakembereinknek, hisz elég gyenge minőség, vagy közepes minőségből jó készterméket elállítani, azt gondolom, hogy elég nehéz és komoly kihívás jelentő feladat. Bittner Imre azt is elmondta, hogy az értékesítés évről évre nehezebb, mivel több nagy dohánytermékeket gyártó cég is jelezte, hogy nem vásárol a jövőben magyarországi dohányt. A kieső piacok pótlására újabb partnereket kell találnia a dohányfeldolgozással foglalkozó cégnek. Ugye az lenne a szerencsés, ha a feldolgozás megkezdésekor jönnének a vevők, és próbagyártásokat követően megállapodunk a minőségben, mennyiségben és nyilván árban is. Novemberben erre is volt például elég sok vevőnk volt, akikkel sikerült megállapodni. Sajnos az elmúlt évekhez képest jelentős elmaradása, hisz a multinacionális cégek közül egyre többen nem vásárolnak magyar dohányt. Mondhatom azt, hogy csak egy vásárol most már, és ennek a pótlására más vevőket kell találni, kisebb vevőket, akik nem biztos, hogy a magyar dohány iránt túlzottan érdeklődnek. Ezért előfordult az, azt gondolom ebben az évben talán először, vagy másodszor, hogy a megrendelésünk a teljes termés kevesebb, mint 50%-ára van, a másik 50%-ot, vagy több, mint 50%-ot a cég a saját kockázatára vásárolta fel, és a saját kockázatára dolgozza fel, csomagolja le. Ezzel együtt nyilván bízunk benne, hogy mindenképp piacot fogunk találni ezeknek a mennyiségeknek. Nagyon nehéz megfejteni azt, hogy mi a stratégia, milyen stratégiai megfontolásból hagyták el Magyarországot, meghatározó vagyok, mint a BAT, vagy Philip Morris, vagy a GTI. Nyilván mindenkinek megvan ehhez egy erre a magyarázata, ideológiája. Én azért nem értem igazából, mert a Magyarországon termelt dohányok árérték aránya a piacon jó, a visszaellenőrzött hetősége, azt gondolom, hogy az első között van a világon. Nyilván a beszállítók számát igyekszenek csökkenteni, vagy redukálni, és hát mi azt azért köztudott, hogy ez a mennyiség Magyarországon nekünk és a termelők nagyon fontos, de akár európai összehasonlításban, akár világ viszonylatban ez egy viszonylag kicsi mennyiség. És hát az éveleti hatás nyilván eléggel szélsőséges értékeket tud produkálni, és azt mondom, ennek a kettőnek az együttes eredője az, hogy döntő többségben multinacionális cégek kivonultak a magyarországi dohányvásárlásról. A szakemberek szerint mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból felértékelődik egyre inkább az ökológiai termékek iránti kereslet. A közelmúltban a Megyeházán egy tanácskozást szerveztek, ahol a régióban előállított ökológiai termékeket is bemutatták, és szó volt mindezekről. Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése számos előnnyel jár, melyek közül az egyik legfontosabb a munkahelyteremtés. Az ökológiai gazdálkodás nagyobb élő munka igénye révén növeli a foglalkoztatottságot, illetve ösztönzi a helyi és hazai piac megerősödését. A Megyeházán megrendezett fórumot a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete szervezte azért, hogy népszerűsítsék a hagyományos gazdálkodást. Egyre növekszik a száma azoknak, akik meggyőződésből, hittel élik,
a bioéletet, mert ez egy életforma, én azt hiszem. És ez nagyon-nagyon fontos meggyőződése a mostani generációnak, a fiataloknak. Iskolában már úgy jönnek ki, de hozzák is magukkal végeredménybe, mert az örökség az nagyon sokat számít. És ezen a területen, különösen a településekben olyan hagyományai vannak a mezőgazdálkodásnak, ahol a teljes vertikum létezett, tehát növénytermesztés, állattenyésztés és zöldségtermesztés, és ez tulajdonképpen kiegészíti egymást. A jövőben is erre kell törekedni, hogy a fiatal gazdák, a vállalkozók, a családi gazdálkodások ebbe a szisztémába próbáljanak állást foglalni, és akkor egészen biztos, hogy ami a legfontosabb célunk, hogy a minőségi termelés és a termékek, azok az asztalra kerülnek és a piacra kerülnek. Kínálkozik a lehetőség, hogy megragadva az alkalmat, több hasznos dolog jöjjön ebből a gondolkodásmódból ki, mert egyrészt a munkaerő foglalkoztatása, másrészt pedig a termék előállítás, ami profitábilis, és nagyon meghatározza a jövőnket a megyében. A zöld megyének a fogalma ehhez hozzátartozik, és a munkaerő felhasználáson túl én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy abra gondoljunk, hogy az egészség megőrzése nagyon-nagyon fontos. Meggyőződésem, ezt már Lengyelországban tavaly tapasztaltuk Lucsba, amikor a közép-európai országoknak a termék kiállítása volt, és kiemelt szerepet kapott a magyar stand, és a megyéből mintegy 16 családnak a képviseletével voltunk jelen, és nagyon nagy sikere volt a termékeknek. És egyre inkább kifejezetten a vásárlók, a fogyasztók ebben az irányban, ebben a szemléletmódban vállalják föl a felelősséget a családokért, a kicsi gyerekekért, a döntéshozók a közétkeztetésben, az ellátásért. Tehát minden jel arra mutat, hogy valami történt. És ez nagyon jó a jövőre, mert egyfajta önbizalmat ad a termelőknek és biztonságérzetet, másrészt pedig egy társadalmi közérzetet nyugtat meg ez a koncepció. A társadalmi és gazdasági előnyök mellett ugyanilyen fontosak a környezetre gyakorolt kedvező hatások, mint például a mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése, a vízkészlet, a talaj, az élővilág, természeti értékek és kultúrtáj megóvása. Mindemellett az ökológiai gazdálkodásnak fontos szerepe van az ország GMO-mentességének megőrzésében is. A helyben előállított és helyben értékesített termékek a helyi gazdaságot erősíthetik. A megyei önkormányzat is feladatának vallja ennek a folyamatnak a segítését, ennek a folyamatnak a támogatását, hiszen most, hogyha az alma kérdést egy picit előhozzuk, akkor látható, hogy egy jelentős túltermelés van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, országos szinten is, és a nagyon finom szabolcsi almánk helyett bizony mi is gyakran hatva a különböző üzletláncok, illetve a marketing tevékenységekre megvesszük a banánt, a narancsot, különböző déli gyümölcsöket, amelyeknek az ízével talán nem is igazán vagyunk tisztában, csak megszoktunk valamit, amelyet fogyasztunk, hiszen ezek éretlenül vannak leszüretelve, és akkor rengeteget, több tízezer kilométert utaztatják, és akkor valamilyen ízt elérnek, mire ideérnek hozzánk, és mi mégis drágábban megvásároljuk ezeket, mert kicsit hozzá vagyunk szoktatva, ahelyett, hogy egy sokkal egészségesebb, sokkal finomabb és sokkal olcsóbb szabolcsi almával terítenénk meg a karácsonyi asztalt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tudatos fogyasztóvá válás támogatása a megyei önkormányzatnak egy nagyon fontos feladata. A helyben készült termékeknek az értékesítésére a vidékfejlesztési program készítői is ráébredtek, hiszen a rövid ellátási lánc egy külön tematikus programot képez, amelynek ugye pontosan az a lényege, hogy a lehetőleg inkább lerövidítene azt az utat, ami a termék és a fogyasztó között található, és éppen ezért nagyon fontos, hogy helyi kisgazdaságokat támogassunk, helyi termékfeldolgozókat támogassunk, hogy helyi termék előállítókat támogassunk az elkövetkezendőkben. A megyei önkormányzat már a stratégia alkotáskor is gondolkozott ebben a kérdésben, és nem véletlenül lettek olyan stratégiai célok meghatározva, mint például a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése, vagy pedig a zöld megye stratégiai cél, sőt, még a képzett megyét is idehoznám, hiszen ezek a biológiai és ökológiai termékek azért nem kevés K plusz F tevékenységet is igényelnek. És most visszatérve egy kicsit a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztésére, tehát ez a megyének is fontos, és ugyanakkor a vidékfejlesztési program szempontjából is nagyon fontos, hiszen
mind a két forrásból, tehát mind a TOB-ból, mind a vidékfejlesztési program forrásaiból az elkövetkezendőkben lehet majd támogatáshoz jutni az ilyen helyi termelő kapacitásoknak a javítására vagy kiépítésére. A kis és közepes vállalkozások alkotják elsősorban az agráriumnak ezt a szegmensét, ezért is csatlakozott a kezdeményezéshez a KKV-ház ZRT. A KKV-ház a hazai kis és középvállalatoknak egy együttműködések, lényegében egy klaszteres, sőt, ma már elmondhatjuk, hogy határon túli kapcsolataink is vannak. Igazából a megye szinte alapítója, Sesták Oszkár elnök úr az első mentora volt a KKV-hez létrejöttének. Szinte ebből adódik azonnal, hogy a Kelet-Kapuja Ökotermesztők Egyesületével is egy alapítástól való kapcsolatunk van, és ez a kapcsolat fejlődik, ők részt vesznek az országos munkánkban, mi pedig minden erőnkkel támogatjuk ezt a kezdeményezést, ezt a Kelet-Kapuja gondolatot. Olyan regionális források állnak ma rendelkezésre, például a regionális fejlesztési holding révén, illetve a kereskedelmi bankok révén, az Exim Bankkal karöltve, ahol nekünk szavunk van, és ahol mi közvetítőként lépünk fel. De egyébként én azt gondolom, hogy a leginkább információval, illetve nyilvánossággal tudjuk a kis- és középvállalatokat támogatni. Mi azt tapasztaljuk, hogy a kis- és középvállalatoknál ma már nem is csak a forrás hiány, nem is csak a piac hiánya, hanem gyakorlatilag a technológiai ismeretek, a piac ismeret kompetencia hiánya a legjellemzőbb, ezen lehet, és ezen kell segíteni. A rendezvényen bemutatták a régióban előállított ökológiai termékeket, amelyeket a résztvevők meg is kóstolhattak. Fele más évet tudhatnak maguk mögött a megye mezőgazdasági termelői, hiszen a kedvező időjárásnak köszönhetően csúcstermések születtek, viszont az alacsony felvásárlási árak gondokat okoztak. Évértékelésre kértük a megyei agrárgazdasági kamara vezetőjét. Ha arra gondolunk, hogy már március 15-e környékén milyen átlaghőmérsékletek voltak, a gyümölcsösök korán megindultak, egyenletesen, fokozatosan jó idők voltak, elhúzódott a virágzás, egy nagy mértékű berakadást eredményezett, és már akkor utaltunk arra, amikor ezek a hosszú virágzások voltak, hogy várhatóan gyümölcsből nagy termés lesz, ez be is igazolódott később majd a megynél, cseresznyénél, valamint az almánál. A szántóföldi kultúráknál is elmondhassuk, hogy kedvező időjárás volt, tavasszal volt csapadék, egyedül ott április végén volt egy kis szárazság, de időben megérkezett a csapadék. A kalászosoknak a betakarítása első fele, mondjuk, ami betakarításra került, addig nem volt csapadékos idő, az azt mondható, hogy a minőségével nem volt baj, utána több mint egy hétig ilyen csapadékos idő volt, és ez rányomta a bélyegét. Ez a csapadékos idő után takarítottunk be, az már gumóba fertőzött volt, így takarmány búza lett belőle. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a termésekről, milyen termés átlagról tudunk beszámolni az idén. Én úgy tudom, hogy több növényi kultúra esetében is rekordot döntött az 2014-es esztendő. Igen, ez elmondható a kalászosokra is, ahol a mi térségünkre jellemzően rekordtermés, és elmondható a napraforgóra is, a 26 mázsával, hektáronként a kukoricánál 76 mázsát meghaladó, ez még az országos átlagot is meghaladja most. Éppen voltam Csongrád megyében egy tájékoztatón, ahol elhangzott, ott sokkal jobb talajadottságú földek vannak, és a 56 mázsás átlag van, szóval elmondhassuk, hogy Szabolcs megyének ez a csapadékos idő inkább kedvezett, nekik meg sajnos átott. Az, hogy sok esetben rekordtermésről beszélhetünk, ez rányomta a bélyegét az árakra, tehát hogyan alakultak, csökkentek, stagnáltak, vagy nőttek esetleg az árak? Ha gyümölcsre gondolunk, akkor ezek nagyon mélyen alul maradtak a előállítási költség alatt. Próbáltunk segítséget szerezni, ez mondhatnánk, hogy nem úgy alakultak ezek a segítségek, hogy a termelőket hozták volna a helyzetbe. A feldolgozókon segített, valamit, ha segített, ugyanis nekik a továbbgyártást hosszabbította meg. Elsősorban az emberekbe azt a hitet kellene erősíteni, hogy ne vágják ki a fájukat, vagy ha kivágják, akkor egy korszerű ültetvényt telepítsenek helyette. Ugyanis azzal szembesülünk most, hogy azt mondjuk, hogy sok az alma, és közben olyan piacokat utasítunk el, aminek meg a mennyiség miatt nem tudunk megfelelni. Én szerintem egy korszerű tervezett
a piac igényeit kielégítő ültetvényt kellene telepíteni, amire piacon, azt összehangoltan, szervezetten úgy előállítani, hogy az minőségi almát teremjen, és annak lenne piaca. A hosszú távon tervezgetnénk a kereskedőházzal közösen összefogva, mondhatnánk így, hogy többségi állami tulajdonban lévő, és a gazdák által is tulajdonolt hűtőházat, feldolgozott, ugyanis a sütéménygyártás is rávilágított, hogy ez a kapacitás nagyon kevés egy ilyen termésnél, és ha a mennyiséget növelnénk, akkor a léalma is növekedhetne. Legalább annyira fel kellene fejleszteni, hogy egy 2,5 hónap alatt ez feldolgozható legyen. Kibővíteni ezt a előbb említett hűtőtárolót feldolgozóval, sűrítménnyel, italgyártással, csomagolással akár, ezeket a kereskedőház által el lehetne értékesíteni, ugyanis a kereskedőház hiába szerez piacot, olyan igényű piac lenne, hogy januártól januárig kellene 3-5 kamiont megrakni hetente, és ezt nem tudjuk elvállalni, mert 3 hónapnál tovább nem már rendelkezésre ilyen mennyiségű alma. Mindenképp az élére szeretnénk állni ennek a megoldásnak. A kertészeti osztályülésen, az országos kertészeti osztályülésen ezeket el is mondtuk. A fajta összeállításnál szerepet kívánunk vállalni, ugyanis a megyében 65%-át az almának itt állítják elő, és szeretnénk akkor ezt a magunkévá tenni az irányítást is. A kereskedőház vezérigazgatójával és Gyöjfő Balázs elnök úrral és jó magam a szüret előtt is tárgyaltunk erről, és már akkor megfogalmazódott az, hogyha a szüret befejeződik, akkor azt a fajta igényünket fogalmazzuk meg, hogy mi lenne hosszú távon a megoldás. Ez a levél most készülőben van, és kerítünk rá alkalmat, hogy ezt eljuttassuk az illetékes minisztériumok felé. Akkor szóba jött a Külkereskedelmi Minisztérium. A Munkaügyi Minisztériumnak szerepe lehet ebbe, ugyanis foglalkoztatás növelő hatása lenne a Főnövelésügyi Minisztériumnak, és ha ez a 3 minisztérium ebbe látna fantáziát, akkor ez megvalósítható lenne. Elnök úr, hogy tudjuk összegezni a gazdák szempontjából, gazdák milyen évet zárhatnak 2014-ben? Nagyon remélem, hogy kevesen buknak bele ebbe az évbe. Itt lesz annak a rekordtermésnek is a káros hatása, hogy ahogy az árakban ez nem jelenik meg, és akkor örülünk annak, hogy nagy mennyiségű termést állítottunk elő, de nem jól tudjuk értékesíteni. Én bízok benne, hogy sokan vannak azok, akik még nem értékesítették, és egy magasabb áron fogják tudni értékesíteni a betárolt árukat. Az Agrárkamara elnöke azt is elmondta, hogy jövőre megkezdődhet a megyében a jégkár elhárító rendszer kiépítése, amelyre forrásokat biztosít majd a kormány. A jégverés okozta károk ellen a legolcsóban a talajgenerátoros jégeső elhárítással lehet védekezni. Ilyen berendezés már több helyen is működik az országban, és a tapasztalatok pozitívak. Kormányzati szándék, hogy az elkövetkező években az egész országban kiépítsék a védelmi rendszert. A megyei agrárkamara elnöke szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már a jövő évben megvalósulhat a beruházás. Körülbelül 72 darab ilyen talajgenerátor kellene a megyében, 10-10 kilométeres négyzetben. Felosztva, ennek a bekerülési költsége egy 120-150 millió forint az egész megyére kiterjedően, majd aztán a fenntartási költség körülbelül 80 millió forint, ami azt jelenteni, ha mindenki a megyében a gazdálkodók ehhez hozzájárulnának, akkor ez körülbelül 250-300 forintot jelentene pluszban a hektáronként, ha mindenki be tudna ebbe szállni. A jégkár megelőző rendszer egy régóta ismert megoldáson alapul. Egy úgynevezett talajgenerátor segítségével ezüstjodid kristályokat juttatnak a légkörbe, amely elősegíti a felhőkben a jégképződést, mégpedig úgy, hogy a kevés, nagyszemű helyett rengeteg apró jégkristály alakul ki, ezek pedig mire földet érnek, már elolvadnak. A becslések szerint a rendszer működtetésével több milliárd forintnyi kár előzhető meg a mezőgazdaságban. Körülbelül ilyen 2-5 milliárd körüli jégkár és ehhez hasonló viharkár szokott a megyénkben jelenkezni. Ennek az esélyét, valószínűségét lehetne csökkenteni 75-80%-kal, hogy nem fog bekövetkezni ez a kár. A kamara elnöke szerint, bár a rendszer nem jelent 100%-os biztonságot az időjárás okozta bajok ellen, de az biztos, hogy a megye gyümölcsöseiben, valamint a dohányföldeken jelentősen csökkenthetőek lennének a károk.
December elején ismét megünnepelték a Magyar Pálinka napját, ezúttal Újfehértún, és természetesen az eseményen mi is ott voltunk. December 6-a Szent Miklós emlékére Mikulás napja, ám sokan nem tudják, hogy a fehér szakálú püspök nem csak a gyerekek, hanem többek között a pálinka főzők védőszentje is. Az ő tiszteletére a Magyar Pálinka Lovagrend 2007 óta minden évben megtartja a Magyar Pálinka napját. Idén Újfehértón a görög katolikus templomban gyülekeztek. A pálinka a nemzeti talává vált, ami nagyon fontos, és sikerült elérnünk azt, hogy 28 ország ismeri el ennek a gyümölcs párlatnak a hungarikumságát, tehát nem belföldön álltak össze hárman és bögtek rá, hogy ez hungarikum, tehát a különlegessége ma Európa szerte védett. A nagymester hozzátette, most először ünnepelnek együtt az ország legkeletibb pálinka lovagrendjeivel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország azon megyeje, ahol a legtöbb gyümölcs terem, mind almából, mind szívából, megyből, és azt gondoltuk, hogy az almát képviselve megalakítjuk a szabolcsi pálinka lovagrendet. A 2011-ben alakult lovagrend képviselői a piros szabolcsi almára utalnak díszruhájukkal, a szatmárberegi lovagok pedig a szilvakék színnel jelzik, más a tájegység, más a gyümölcs, de a feladat ugyanaz, hiszen a pálinka lovagok bárhol legyenek, a minőséget részesítik előnyben. Amikor a pohárba kitöltjük a gyönyörű nedűt, akkor fény felé fordítva megnézzük, hogy mennyire tükrös a színét, mennyire tükrös, milyen a színe, majd azt követően illatozzuk az orrunkkal, tehát először egy illatmintát veszünk belőle, amely tulajdonképpen ugye retronazális úton jut el az agynak a limbikus rendszerébe, majd pedig ugye ez még körülbelül a fogyasztási hőmérsékleten van, 16-18 fok körül, majd amikor az első kortyot a számba veszük, akkor az felmelegszik ugye a testhőmérsékletet átvéve legalább 34 fokosra, és akkor indul meg az újabb illatoknak az elválasztása. És azt követően pedig ugye a nyelven keresztül pedig az íznek az érzékelése. A rendezvényt Szent Miklós ikonok, valamint pálinka szent eléssel zárták. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb már csak a következő esztendőben jelentkezünk. Addig is minden jót, boldog évet kívánok!